Ez a Híradó 8 órakor, Imre Balázs vagyok, jó reggelt kívánok! Hivatalosan is megkezdődött az európai parlamenti választási kampány. A szavazás május 26-án lesz. A tét, hogy Magyarországot melyik párt vagy pártszövetség politikusai képviselik majd a következő 5 évben az európai parlamentben. Összesen 21 hely jut Magyarországnak, de remélhetőleg ennél több magyar tagja lesz az EP-nek. Eddig 24 párt jelezte, hogy indulna. Végül azok kerülhettek fel a szavazólapokra, akik április 23-áig össze tudják gyűjteni a 20 000 érvényes ajánlást. 7 pontos programot hirdetett Orbán Viktor a bevándorlás megállításáért. Ezek között szerepel például, hogy a migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, az Unió ne adjon pénzt Soros György bevándorlás segítő szervezeteinek, szüntessék meg a névtelen migránskártyák rendszerét, és például azt is javasolja a miniszterelnök, hogy bevándorlást ellenző vezetők kerüljenek az uniós intézmények élére. A kormánypártok Budapesten a Bálnában nyitották meg az európai parlamenti kampányt. A választás során nem csak Európa jelenéről, de a jövő generációkról és minden tagállam nemzetének sorsáról is döntünk. Az európai parlamenti választások a kontinens jövőjét határozzák meg. Így vezette fel a Fidesz európai parlamenti lista vezetője a májusi voksolás jelentőségét. Trócsányi László igazságügyi miniszter a Nagyobbik kormánypárt kampányító eseményén arról beszélt, ez a választás lesz az utolsó lehetőség arra, hogy az európai polgárok gátat szabjanak a kontinenst fenyegető veszélyeknek. Ilyenkor szólni, cselekedni, figyelmeztetni kell. Ilyenkor félre kell verni a harangokat. Az európai parlamenti választás tétje az, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlás ellenes vezetői lesznek az uniónak. Erről már Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a kampányitón. Európa maradjon-e az európaiaké, vagy adjuk át a helyet egy más kultúrából, más civilizációból érkező tömegnek. Népességcsere, mondják a franciák. Arról döntünk, hogy megvédjük-e a keresztény európai kultúránkat, vagy átadjuk a terepet a multikulturalizmusnak. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kormánypártok továbbra is következetesen bevándorlás ellenes álláspontot képviselnek. A bevándorlás megállítása érdekében ezért a kormányfő egy 7 pontos programot hirdetett. A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak. Másodszor... Másodszor világosan ki kell mondani, hogy egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására az akarata ellenére. Harmadszor ki kell mondanunk, hogy senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány és dokumentumok nélkül. Negyedszer egy egyszerű, könnyű mozdulattal szüntessük meg a migránskártyákat és a migráns vízumot is. Ötödször, ez a legfontosabb, és ez esik a legjobban, Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlás segítő szervezeteinek, ehelyett térítsék meg a határvédelem költségeit. Hatodszor, Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja magát. És végül hetedszer... Végül hetedszer az arra jogosítottak döntsenek úgy, leginkább az Európai Parlament és az Európai Tanács, hogy bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén. Orbán Viktor hozzátette, a magyarok támogatják az Európai Uniót, de elegük van abból, ahogy Brüsszelben mennek a dolgok. A májusi választáson ezért, mint mondta, a brüsszeli elit hatalmi törekvéseit meg kell fékezni, a bevándorlást pedig meg kell állítani. Mától országos aláírásgyűjtő akciót indít a Fidesz. Arra kérnek mindenkit, hogy aláírásukkal támogassák Orbán Viktor miniszterelnök 7 pontos tervét a bevándorlás megállítására. Hídvégi Balázs, a Magyar Távirati Irodának azt mondta, hogy a Fidesz olyan Európát és Magyarországot szeretne, amely nemet mond a bevándorlásra, megvédi az európai keresztény értékeket, illetve hagyományokat, és erős nemzetekből áll. Útra készen áll Görögországban a bevándorló karaván. A hangadók péntek kora délután úgy döntöttek, hogy indulnak Európa belseje felé. A rendőrök azonban eddig meg tudták őket állítani. Igaz, ehhez könnygázgránátokat is be kellett vetniük. Az éjszaka viszonylagos nyugalomban telt el. Szaloniki, Muci Attila.
nem történt rendkívüli esemény, ahogy azt a migránsok is előzetesen jelezték. Most kezd ébredezni a tábor, többen már fölébredtek, égnek a tábortüzek. A görög rendőrség, illetve a görög hatóság csak egyfajta, egy irányba engedélyezi a migránsok indulását, az pedig a befogadó központokba való visszatérés, amelyeket elhagytak, vagy az egyéb bérelt, tehát a nemzetközi humanitárius szervezetek által biztosított egyéb magánszálláshelyekre térhetnek vissza. A migránsokkal, akikkel itt beszéltünk a reggel során, és már ébren vannak, voltak, akik azt mondták, hogy jó híreket várnak ma. A jó hír az egyébként egyetlen egy dolgot jelent számukra, azt, hogy megnyitják előttük a határt. Közben továbbra is futó tűzként terjed a bevándorlók között a karaván híre, és hogy érdemes lehet csatlakozni hozzá. Emiatt Görögország minden részéből próbálnak eljutni a bevándorlók Szalonikibe. A görög rendőrség több helyen megakadályozta, hogy nagyobb csoport útnak induljon. Athén egyik vasútállomásán a sínekre feküdtek többen, illetve olyanok is voltak, akik a gyerekeiket küldték a vágányokra a vonatok elé, amivel megbénították a forgalmat. Így akarták elérni, hogy vigyék őket Szalonikibe. Az elmúlt években már máshol, például a magyar határon is előfordult, hogy a bevándorlók a saját gyerekeikkel próbálták zsarolni a hatóságokat. Az Európai Bizottság is felvette a kapcsolatot a görög hatóságokkal a bevándorló karaván miatt. Az M1 kérdésére azt mondta az egyik brüsszeli szóvivő, hogy személyesen az Unió migrációs biztosa, a görög Avramopoulos figyeli az eseményeket. Állítólag a görögök megígérték, hogy megakadályozzák a bevándorlók illegális mozgását. Szorosan figyelemmel kísérjük a történéseket. Avramopoulos biztos is folyamatos kapcsolatban van az illetékes görög hatóságokkal és a politikai partnereivel annak érdekében, hogy a rendfenntartó erőket mozgósítsák. A görög hatóságoktól pedig garanciát kaptunk arra, hogy mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a migránsok szabályozatlan mozgását. Donald Trump amerikai elnök az amerikai-mexikói határra látogatott, ahol arról beszélt, hogy az Egyesült Államok megtelt, több migránst nem tud befogadni az ország. Az elnök a határ kaliforniai szakaszán megtekintette a határfal egyik épülő részét. Donald Trump kilátásba helyezte, hogy az elkövetkező 2 évben körülbelül 650 kilométer falat húznak fel a határon, és egyúttal megköszönte Mexikónak a migráns áradat megfékezése érdekében hozott eddigi intézkedéseit. 35 ember megsérült Madrid közelében egy tömegkarambolban. 50 autó ütközött össze az autópályán, mert a térségben hóvihar tombolt. A baleset miatt több órán át szünetelt a forgalom az autópályának ezen a szakaszán, hogy a tűzoltók és a mentők elszállíthassák a szerencsétlenül járt embereket. Áprilisban nagyon ritkán esik a hol térségben, az ütközéseket az okozta, hogy a sofőrök nem az időjárási viszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedtek. 45 órán át tartó költöztetés kezdődött pénteken Isztambulban, ahol az Atatürk nemzetközi repülőtér felszereléseit átszállítják az új Isztambul nevű repülőtérre. 700 teherautóval 47 ezer tonnányi felszerelést szállítanak át, a gépek pedig utas nélkül szállnak át az új repülőtérre. A két repülőteret összekötő autópályát 26 órára lezárták, hogy a minél zökkenőmentesebben történjen meg ez az akció. Szombat hajnali 1 óra és délután 1 óra között nem szállnak fel repülők Isztambulból. Az új repülőtér lehet a világ legforgalmasabb légikikötője. Évente 90 millió utasra számítanak, 250 légitársaság indít majd innen járatokat. Itthon elkezdődött a 3-as metró felújításának második üteme a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest állomások között. A metrópótló buszok mellett új buszjáratok is segítik a közlekedést, a Budapest bérlettel rendelkezők pedig felár nélkül utazhatnak a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest, illetve Ferihegy vasútállomás között az Intercity és gyorsvonatokon a fővárosi szakaszon. Csaknem egy napig küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Fonyódnál, ahol még csütörtökön kigyulladt a nádas. Eleinte egy kisebb, néhány hektáros tűznek nézett ki, de az erős szél miatt nagyon gyorsan terjedtek a lángok, a lápos talajon pedig nehezen mozogtak a tűzoltók, így végül több mint 100 hektár égett le. Hivatásos és önkéntes tűzoltók is kint voltak, csaknem 50-en.
újabb kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök. A férfi és élettársa 23,5 millió forint értékű marihuánát, amfetamint és kokaint akart értékesíteni Budapesten. A kábítószert Hollandiából hozták Magyarországra. A nyomozók akkor fogták el őket, amikor éjszaka megérkeztek budapesti lakhelyükhöz. A csempészeket gyanúsítottként hallgatták ki, a férfit őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását, társa pedig szabadlábon védekezhet. Új stúdiót kapott a Bartók Rádió és a Dankó Rádió. Az adások eddig is az MTVA Óbudai székházában készültek, de egy ideiglenesen kialakított stúdióban. Mostantól azonban akár egy kisebb zenekart is meghívhatnak vendégnek. A stúdiókat a legkorszerűbb technikával szerelték fel. Nagyobb lett a tér, tehát egy önálló teljes folyosót kaptunk, az egy Dankó és a két Bartók stúdió, és mindegyik stúdió jóval nagyobb lett, mint a korábbi idéglenes stúdióink. A Dankó és a Bartók nagyobbik stúdiója az pedig annyira nagyméretű, hogy akár a Dankóba egy kisebb cigánybanda is be tud jönni, vagy hozzánk egy kis kamaracsoport a Bartók kettesbe.